Sziasztok, itt vagyunk Keszthelyen, Molnár Áronnal és Jegyesével találkoztunk éppen, és ők földkerüli motortúrán vannak. Gyönyörű BMW motorkerékpárt láthatunk. Áron, mit kell tudni erről a motorkerékpárról egyáltalán, hogy tudjátok vele megkerülni a földet? Mivel 55 ezer kilométerre készülünk, tehát viszonylag nagy távolságokról beszélünk, rengeteg cuccot kell magunkkal vinnünk. Tehát a motor tele van aggatva mindenhol. Két oldalt ezeket a fekete zsákokat szelszámos táskaként használom. Itt elől, ezen a részen vannak az esőkabátok és az esőruhák, bármikor elérhető legyen. Itt van a navigációs tartó. A tankon még van egy hatalmas nagy tanktáska a hétköznapi mindenféle dolgokkal. Hova jönnek a csomagjaitok, tehát a ruhák? A csomagok hátra jönnek. Hány kilót bír el? Hát a motor 250 kilót el tud cipelni, és ez körülbelül amire nekünk szükségünk van. Egy táska ezen az oldalon, a konyhánk, egy nagy alumínium táska. Tehát tulajdonképpen a napi élelemmel a fűszerek, kávé, felszerelés. A másik táska az oldalán, ő pedig a gardrop. Technikai felszerelés, laptopok, kis nyomtató, pótalkatrészek, ami nem fér be oda előre, és hátul itt egy hatalmas nagy zsákot cipelünk, ami a házunk. Mennyire szervizigényes különben a motor? A tehát motor nem szervizigényes. Nem. Tehát körülbelül 6000 mérföldenként, ergo 9000 kilométerenként kell olajat cserélni, és a kopóalkatrészeket megvizsgálni, tehát tulajdonképpen innen Vlagyivosztokig két rövid szervizzel megúsztuk a dolgot. Mennyit szoktatok menni naponta? Naponta körülbelül 200-250 kilométer megyünk, ez egy olyan út viszonyoktól függően egy 3 és 5 óra közötti motorozás, ez egy kényelmes dolog. Ha elindulunk reggel időben, akkor úgy meg tudunk érkezni délután, hogy a sátor már áll, mire a nap lemegy. Tehát általában sátraztok? Igen, amikor tehetjük, sátrazunk, nem feltétlenül az ára miatt, hanem inkább az életérzés. Mennyi idő alatt szeretnétek megkerülni a földet? Egy évet szántunk rá, és később kiderült, hogy a kontinensek közötti utazás számunkra nem probléma, de a motort, mint nehéz csomagot, kargót kell kezelni, és ha ez mondjuk hajóval történik, vagy még repülővel is lehet csúszás, ott időben rá kell hagynunk. És mivel lesz 3 kontinens ugrásunk, ezért úgy gondoljuk, hogy legalább egy 2-3 hónapot rá kellene szánni extrában, valamint Ausztrália környékén Új-Zélandot is megnéznénk, ami az eredeti tervben nem volt benne, tehát arra is egy kis időt, így másfél év, amire gondoltunk. Mi a célotok? Kalandozás? A kalandozás, illetve eldönteni, hogy mi hol akarunk élni. Tehát úgy gondoljuk, hogy nem voltunk elég bölcsek, nem láttunk eleget ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy nekünk hol a jó. Nem biztos, hogy tudjuk értékelni mindazt, ami számunkra megadatott, ahonnan jöttünk, amíg nem láttuk, hogy máshol hogy érnek emberek, illetve máshol mi a norma. Igen, köszönöm szépen, és akkor így a végére még mutassuk be a kedvesedet is. Kedvesemet? Igen. Baby. Hello. Hello. Please introduce yourself. I'm Stephanie. Hello, Stephanie. Where do you come from? I'm from London, England. London, England. So, how is your tourist? My tourist. Yeah, and the Balaton. How is? Oh, it's lovely here. I love Hungary. The Balaton is beautiful. We haven't been in yet. Hopefully, we'll go in for a swim today. Tonight. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye.